Marosvásárhelyen szervezték meg az országos ejtőernyős célra szálló bajnokságot. Az ejtőernyősök 800 méterről ugrottak ki a repülőből, hogy a talajon kijelölt célon érjenek földet. A marosvásárhelyi Élie Karafoli sportrepülőtér ad otthont az országos célra szálló versenynek. A kihívás rendkívül nagy összpontosítást igényel, mivel a 800 méteren kiugró ejtőernyősöknek egy egészen apró ponton kijelölt célon kell földet érniük a jó eredményhez. Rigó György ejtőernyős híradónknak elmondta, hogy fontos előre eltervezni, hogyan hajtják végre az ugrást. A koncentrálás szempontjából egy ugrás megkezdődik lent, ahol az ember egy filmet végigpörget előtte, hogy körülbelül mit fog kelleni csináljon, mit akar csinálni, az időhöz megfelelőképpen kell cselekedjen. Mondjuk ezek már technikai adatok, de egy film mindig végig megy az ember előtt, hogy mit fog akarni csinálni. A versenyre az ország több részéről is érkeztek csapatok, erős mezőny küzd a győzelemért. Nagyon sok csapat van. Egész évben készülünk erre a versenyre. Nem sikerült olyan sok ugrást csinálni ebbe az évben, mivel elég szűkös volt az időperiódus, de viszont szerintem elég jó helyen állunk egyelőre. A mai napon az időjárás is kedvezett a bajnokságnak, mivel már a korai órákban kellemesen sütött a nap, a versenyzők pedig szélcsendben hajthatták végre az ugrásokat.